ismét időseknél az áldozat hálózat. Ez alkalommal a Tungsra utcai gondozási központban tartottak előadást. Érdeklődő, aktív közönség fogadta az áldozat hálózat fejlesztése Újpesten elnevezésű uniós projekt keretén belül tartott ismertetőt az őszi fény integrált gondozási központban. Az előadó a védekezésről, segítségkérésről szólva, az egyes szituációkhoz kapcsolódva több fontos dologra is felhívta a figyelmet. A projekt uniós támogatással valósul meg, két kifejezett célcsoportja az áldozattáválás szempontjából leginkább veszélyeztetett 10-18 év közötti, illetve anyugdíjas korosztály. E két korcsoport felkutatása és megszólítása a projekt egyik fontos pillérét képezi, a hosszú távú cél pedig egy teljes beavatkozási területet felülelő hálózat kiépítése, ahol az állami szervek, a civil szervezetek és az állampolgárok ugyanúgy együttműködnek. A projektben az önkormányzat és az újpesti bűnmegelőzési polgárőr egyesület közösen vesz részt.